és remélem nem fog elmenni a hangom. Hát egész nap beszéltem, ugye ez a munkám, úgyhogy érzem, hogy olyan megfáradt a hangom. Milyen a hangom, Rozon? Hát olyan szokásos, úgyhogy még tűrhető. Szokás. Mi? Mi a? Sziasztok! Ebben a videóban itt van velem Rozon. Sziasztok! És a Duel Heroes-nak a 2.1-es verzióját fogjuk kipróbálni. Wolfox elküldte nekem a frissítéseket, és hát nagyon kíváncsian várjuk, mert azt írta, hogy a visszajelzéseink alapján módosította, javította, továbbfejlesztette a pályát. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Eddig egyébként jó. Nem emlékszem már, milyen volt a kezdőhely. Látványos, egy kicsit olyan... Mit is mondtam neked az elején? Várjál. Kicsit kaotikus. Igen, egy kicsit kaotikus. Nem érzem olyan egységesnek, hogy olyan lenne valami stílusa, viszont látványos, színes és tarka. Rozon? Nekem tetszik, olyan, mint egy szivárvány belseje. Igen, most egy szivárványnak a szájában vagyunk. Egyébként tetszik, tehát az előző egy ilyen kocka volt, ha valakinek rémlik, úgyhogy ahhoz képest mindenféleképp jobb. A bemutatót azt szerintem azt hagyjuk, azt gondolom, hát a játék már szerintem nem változott. Hát azért én kíváncsi lennék, hogy hogyan kell most már aktiválni pár képességet, mert az előzőben nem működött. Ugyanúgy, csak most működni fog. El kell menni a boltba, ja, mert egyenlegem az nulla. Emlékszem, hogy vásárlással kezdődött. A bolt is megváltozott. Te tudsz jönni közben a boltba? Nem, egyszerre csak egy fő megy mindig. Ó, ember! Csak benéztem a ládából, mutatja a kártyákat, nézd bele a ládába. Tök jó. Ó, de állat. Én is ezt mondtam. Tényleg kártyakinézetük van. Jó, bevásároltál, vagy csak álmodoztál? Nem, csak ránéztem, nem volt egyenlegem, nincsen egyenlegünk, úgyhogy nincs miből vásárolni. Pedig emlékszem, hogy az elején valahogy szereztünk egyenleget és vásároltuk, nem? De persze, hát valahogy el kellett kezdeni. A hősök is kaptak itt saját képet. Írta egyébként a készítő egy ilyen kis infóban, hogy GUI 2-es méretre tervezte. Most át is kellett állítanom egyébként, hogy kiférjenek a szövegek. Viszont így olyan kicsik a textúrák így. Hát jó, akkor megnyomom a bemutatót. Jó. És akkor ilyenkor te most repülsz ugyanúgy? Aha. Tehát így tartja a kártyát így szembe. Tehát hogy amikor a kezembe van, érted, akkor így látszik a kártya így szembe van. Aha. Hát ezt nagyon jól megmagyaráztam, de érted, tehát hogy látszódik rendesen a textúrája, nem annyira kicsi. Hova lettél? Én itt lebegek az angyal fölött. De nem az angyalnak kéne lebegni, én már csak... Ja. Hát a botra vártunk. Ja, értem. Egy kicsit jobban fellettek öltöztetve. Steve feje van. Az így furán. Nálam nem. Nálam nem. Onnan betöltötte. Nálam egy csajszi. Ó, de kár, akkor csak nálam nem. Viszont izé, ugyanúgy armor szenteste van, az fura. Meg kapott szárnyat, meg kardot. Na most kipróbáljuk a mana kristályt, azzal voltak mutka gondok. Simán, elsőre, ennyi. De jó, ha ránézek, akkor kijelöli. De mondjam, ez így messzire, nem, egy bizonyos távolságban. És tényleg működik. Tök állat, tök jól néz ki. Felhasználó barátabb. Ó, behozott egy ilyet, hogy van infóbot. Nem tudom, most vannak-e tárgyak. Aha, itt van, igen. Az az I betű. És elvileg, hogyha arra nyomok, akkor ki fogja nekem írni, hogy mit tud az a karakter. Ez mondjuk tök jó, mert emlékszem a múltkorinál az így nehézség volt, hogy ról nem mondod. Ó, az micsoda? Nem mondod. Hát a kezembe veszem, és így megjelenik egy ilyen adatlap. És így de áll. Mindig szembe áll velem. Kíváncsi leszek több egységnél, gondolom mindegyik előtt lesz egy ilyen kis adatlap, de állat. Na hát ez például tök jó, ez egy nagyon hasznos, mert hát ugye nem emlékeztem, hogy amit leidéztem, az mit tudott. Na, sötét feketeség. Már el is felejtettem, milyen érzés itt lenni. Ja igen, hát ez egy csapda. Egy egység képességét úgy tudod felhasználni, hogy üres kézzel jó közel állsz az egységhez.
ami a kezedbe fogja adni a képességét, majd a megszokott módon aktiválod azt, akkor elveszi. Uh-huh. Ezt rá tud rakni más egységekre egy ilyen tulajdonságot, hogy feltámadjanak meg. Lol, és saját magára is lehet használni? Viszont nem látszik az adatlapon, hogy ilyen lenne rajta. Hát gondolom az adatlap ilyen basic infóval szolgál, azért minden egyes különböző képesség az adatlapot készíteni, mi van az aktuális karakter. Hát igen, ez valószínűleg csak egy PNG, és akkor mindegyiket legyártani. Hát igen. Eléggé sok kép. És az ellenségeknek az infóját is kiírja, de jó. Végezetül az egyik egységet az ellenfél időzés sorában mozgatod, akkor az ellenfélt fogja támadni. Igen, ezt tudod, hogy akkor úgy tudjuk egymást legyőzni, végig kell tolni. Aha. És 3000 érményt gyűjtöttem be. Aha, tényleg meg kellett nézni a bemutatót a bolthoz. Te is kaptál? Nem, szóval nekem is meg kell néznem a bemutatót. Ez eddig is volt, hogy két típusú kártya volt képességből, gyors kártya meg lassú. Igen, nem igen, erre én sem emlékszem. És ha vajon még egyszer lítsam a bemutatót, még egyszer kapok 3000-et? Na, ez egy jó kérdés. De ez nem most fog kiderülni, hát, szerintem. Nem, én is akartam kipróbálni. Na nézzük. Használnom kell az angyal tulajdonságát. Hát a csapda. Ó, és úgy is kaptam a 3000 érmét. Egyébként én nem bánom, hogy újra játszottuk, mert azért sokat felejtettem. Uh-huh. Hidden Bomb, The Lost Assassin. Fura, hogy a nevek azok nem magyarok. Igen, emlékszem, ott valamelyik magyar nem, ami árnyék gyilkos, vagy valami ilyesmi. Igen. De itt nekem, vagy neked magyarul írva? Ez ürességgyilkosa, mert ott van a Void Killer. Ürességgyilkosa. Nem írja ki az árat egyébként. De 300-ba kerül. Na, válaszunk 16 kártyát. Egyébként itt megjelent a ládába egy mentéskészítés, meg... Egy mentéskészítés jelent meg, egy betöltés. Nem tudom, hogy ez pontosan mire jó. Nem menti el a... Lehet, hogy... Kapott szetteket? Elmenti a szetteket. Nekem a végén vannak izé. Tehát a utolsó két mentést nézem, ott ír benne kártyalapokat. Utolsó hármat. Az a baj, hogy nem tudom, mit jelent a lefagyasztás. Mert tök jó, hogy itt Laira az így nagyon tud fagyasztani, de hogy az mivel jár? Uh-huh. Csak annyi, hogy nem tud mozogni, mert az, még azt is jelzi, hogy melyiket választottam ki. Ott megváltozik az ikon. Tök jó. Ha megnyomod a portál megnyitést, akkor kiírja, hogy milyen tervezett frissítések vannak a pályához. Neked volt olyan, hogy overcharge rozan? Igen. És te értetted a szövegét, rozan? Hát ha bármennyi manád van, a következő kártyádat kijátszhatod ebben a körben, még akkor is, ha nincs. Tehát ha nincs manád, akkor is tudsz használni egy kártyát, vagy ha van két manád, de egy 5 manás kártyát akarsz használni, akkor ezt aktiválva tudod használni. Most kettővel többet választottam ki, és nem tudom, hogy melyiket rakjam vissza. Ez a baj. Gyógy te szegély. Meg vagyok, én már átléptem a portálon. Ja, oké. Okay. Tervezett frissítések. Ah, most már én is látom. Én ráálltam a start mezőre. Most már én is. Jó, és úgy látom én kezdek. És egy kártya... Ja, itt van az összes többi kártya. Oké. Okay. Hú, itt egy nagy lebegő 40-es. 40 kör maradt a végjáték kezdetéig. Ó, oh, szóval van benne egy időlimit, úgymond. Aha. Szerinted a mozgás előre és a mozgás egyenesen között mi a különbség? Hát még csak egyet tudtam lerakni. Lejárt az idő, vagy mi? Számlál közben az idő fönt. Hát de. Egyébként a mozgás előre, amikor csak előre tud menni, az egyenesen meg tud oldalra is menni. De most komolyan csak egyet lehet lerakni. Nem hiszem. Próbáld meg, ragd le! Lejárt az idő. Nem, egyet lehet lerakni. Egyet lehet lerakni. Mert Inó csomusra. Hát az a karaktere, ne vagy Inó. Ja, tényleg. Még mindig 40 van fönt. Nem tudom mozgatni. Mi nem tudom őket mozgatni, rozom?
És a tiédet tudom mozgatni. Helyes mozgat, csak előre. Én hátrafelé mozgatnám, de nem. De a sajátomat se tudom. És nulla pénzem van. Még az előbb is elköltöttem, nem kaptam manát, rosszul, nem kaptam manát. Jó, most elvileg akármekkorát el tudok, használni. És igen, tényleg. És szóval mi volt a gond? Mínuszba mentem a... Mert tényleg nem lehet mozgatni ezeket a karaktereket. Mert fel tudtam használni, de ettől függetlenül levonta az árát. De rossz. Jó, hát akkor minden sorba állítok egy karaktert, aztán nézzük egymást. És megint mínusz 5-ön van, nem kapok manát alatt. Nekem mínusz 4. Hát most felhasználhatnám az overcharge-ot, de nullánál kevesebb manám van, úgyhogy... És ki is írja, nincs elég manád ehhez. Mert tényleg nulla mana kell hozzá, érted? Nincs nulla manám se! Hát ez a manadóság. Adom a kört. Köszönöm szépen, nekem mínusz 4-en van. De azt nem kapunk manát. De mozogni se tudsz. Minusz 4 manát. Mire költeném, ha minusz 4 pénzem lenne? Ezt így matematikában hallottam utoljára. Ez nulla manába kerül. De nem fogod tudni használni. Mert nincs annyit se. Érted? Jó, hát pont nem hoztam magammal minusz 4-es kártyát. A francban lejár az idő. Új kör. 39 kör maradt a játék. Ez egy kör volt? Tehát akkor megy le a kör, ha lejár az időt, tehát meg 39-szer bénázhatok. És most már tudsz mozgatni? És látom, és most... Igen. És most kaptunk egy manát, úristen! Van egy olyan hiba a pályában, hogy csak akkor működik, hogyha hagyjuk, hogy lejáron az idő. Nem, egy kör így, hogy is mondjam, így több részből áll, érted? És... Ja... Ja, vág, ez, értem, ez így időre megy, és akkor most, ha nem tudok semmit csinálni, hát akkor passzolok, de manát csak akkor fogunk kapni, hogyha lejárt az idő, akkor ezek szerint. Mert átpasszolom. Nem, ez az én időm, megint 60-ról indult. Akkor, de most megugrott 38-ra. Aha. Akkor azt nézd meg, hogy mikor jön új kör. Ne, szerintem... Várjál, szerintem hiba, ha lejár a fenti idő úgy, hogy nem passzolod át, akkor nem kap semmit. Viszont ha te magadtól átpasszolod, akkor jól működik a rendszer. Passzolok? Nem. Nincs új kör, látod? Mert igen. X passzolásomként van egy kör. Most megint? Most van egy új kör. Ja. Úgyhogy... Aha. De sokkal többet passzoltunk először, nem? Igen. Azért picit fura. De most hát tudok, akkor és ha mozgatok, akkor vége van. Aha. Igen, egy mozgatás. Ennyi... Nem tudok végtelen sokat mozgatni, hanem ilyenkor egy mozgatás egy passzal jár. Aha. Na, ott a jó barátunk az üresség gyilkosa. És most nem ugrik a kör, érted? Lehet, hogy akkor ugrik, ha mindketten passzolunk. De többet is passzoltunk, és... Most meg simán mozgatok, és nincsen új kör. Még de csak mindig... azokat tudod mozgatni, akiket még nem mozgattál meg. Aha, igen. Egy körben egyszer lehet, az oké. Okay. Csak ez a zavaró benne, hogy így szét van szabdalva egy kör. Érted, hogy több mindent tudunk csinálni, de nem egyszerre, hanem felváltva. Igen, ez az előzőben jobban működött. Szerintem ez azért alakult így, gyanítom én. Mert... Tehát, hogy az előzőben az volt, hogy szerettünk volna 5 dolgot megcsinálni, mondjuk 5 karaktert mozgatni, képességet aktiválni, stb. De arra az 1 perc az nagyon kevés volt. Mint visszaszámlálás. Mm. És akkor szerintem azért alakult ez így. Csak fura, mert annyit nem változott a tutoriál az elején, hogy ezeket mind bemutassa. Mondjuk igazából a tutoriál is végül is ilyesmi volt. Tehát, hogy egy valamit csináltál, és aztán jött a bot. Tehát, hogy így... Benne volt a tutoriában, csak nálam az esett ki, hogy akkor hol, mennyi volt az egy kör. Na, szerintem csak passzolni tudok. Na, ez egy új kör volt. Most új már kör, tud igen, most már van egy manám.
mozgatást. Ja, egyet tudom mozgatni. Ah! Ez olyan fura. De egyértelmű, hogy kicsit jobban akar hajazni szerintem a játékmenet a sakra. Hiszen ott is egyszerre csak egyet tudsz lépni. De akkor még csak fekete mezők vannak, és minden fekete-fehér mezők. Nem elég bonyolult így? Ezt hiszem nekem ennyi. Már mindegyiket mozgattam, és csóró vagyok. Merjál? Amúgy egyedibbek lettek a kinézetek, az így oké, de még mindig azt mondom, hogy én teljesen saját, de nem armor standet használnék, hanem valami érdekesebb, saját modell. Érted? Értem, bár egyébként nekem ez így már sokkal okésebb. És miért van az, hogy előbb te voltál, jön egy új kör, és megint te vagy? Mi az Isten? Hát látta a készítő az előző videót, és megsajnált. Ja, igen. Van benne egy ilyen feltétel, ha Rozon játszik. Tudod, hogy egyszerű megcsinálni. Selectorba name, egyenlő Rozon. Igen. De honnan van ennyi pénz? Ja, nyitott egy csomó ilyen izémonát adót? Mert én nem. Nem. Csak kettőn volt, és egyet használtam. Mert én nem nyitottam ilyeneket, csak azt a nulla manását, de azokat már felhasználtam. Próbálom rerakni, csak elfelejtettem. Húval kell. Hát kidobni kell. Uh-huh. Még nem tudom, minek segítek. De hova kell kidobni? A karakterre. Jó, meglátjuk. De a füstöl nem, arra, az, nem az angyalra raktad? Az nagyon füstölt. Nem. Az angyalok füstölnek. De egyébként tök mindegy, mert így is tolhatom. Nem vagyok előrébb. Ez az, van egy manám! Csak a semmire sem elég. Én ilyen drága cuccokat hoztam. Ja, csak már nincs mit mozgatni, időt sem tudok. Passzolni tudok. Még mindig. Rozon csapdát állít fel. Hát remélem. Ez olyan rossz, hogy nem oda rak le, ahol álltam, hanem mindig így a pálya közepére lefelé nézve. A csapdák továbbra se lesznek a barátaim. Hagyd már a csap... Miért akarsz te folyton csapdákat lerakni? Fogy a lapom. Yeah, kettő. Na, van ami kettőbe kerül? Aj, bakker. Ne! Mi az infoja? Vele, kapsz egy MP-t. Úristen, így is annyi MP-t van. Még nem akarom, hogy megcsapjál, az is igaz. Na, megetted. Hagyd már a csapdákat! Jó, nem figyelem! Nem is tudod használni. Arrébb is teszem, hess innen. Nincs túl sok emberem. És? Ez szomorú. Ja, hogy te az enyém vagy. Akkor mégiscsak van. Pedig most a nevük miatt, tehát én úgy emlékszem, hogy az előzőnél nehéz volt így ránézésre megkülönböztetni őket. Most viszont színezi a nevüket, úgyhogy ami kék az ez enyém... Ez így volt eddig is. Nem, én úgy emlékszem, hogy az előzőnél nem színezte így nekem. Kevés lesz a játékhoz a kapott kártyák. Nálam már alig van. Nálam még egy csomó van, mert kevés a manám. Én drága lapokat hoztam. Ja. Úgyhogy ne aggódj. Jaj, még mindig két manám van, én nem tudok senkit mozgatni. A körök óta csak passzolok. Hát akkor én is passzolok. Okay. És te kezdesz, érted? Ezt nem értem, hogy te passzolsz és te kezdesz. Ez így valahol nem oké, szerintem. Nálam egész oké. Jaj, menjél már. Mi ez neked ez az angyal? Ez tud valamit? Jaj, mennyi egységed van neked, ember. Belegondoltam, hogy te
neked nem is innónak kéne lenned, hanem immónak. Sokkal jobban passzolna. Na, most új kör lesz, mert shiftelek? Nem. Nem, én nem passzoltam, mert tudtam mozgatni karakter. Most viszont passzolni fogok, és én kezdek. És így működik. Na, csak 8 kör kellett hozzá. Akkor mire gondolsz? Hát, ha mindketten passzolunk, akkor fog a kör dobódni. Nem, az eddig is így volt, csak az nem oké benne, hogy aki másodiknak, akkor ezek szerint aki másodiknak passzolt, az kezdi a kört. Igen. Neked is ruthless vampírod van. Ez neked igazán rossz lesz. Mi? Honnan van még neked ilyened? Úgyhogy passzol. És látod, és most írja a nevem mellett, hogy passzoltam. És, ha... és most te is passzoltál, és most te kezded az új kört. Azért mondom, én ezt figyeltem meg. Van. Már megint 5 pénzed van, mi a rák? De nem tudom semmire se költeni. Azt nem értem, hogy... Én itt egy olyan ellenséget, vagy egységet raktam le, ami megöli az egységet halálkor. Várjál, melyik volt az? Itt van. Halál akkor megöli az ellenfelét. De feltámadt az angyalom, mert volt neki olyan képessége. De feltámadt az angyalod. Á, vágj hát. Ezt. És akkor 10-zel feltámad. Aha. Jaj, rakom már. Majdnem lejárt az idő. Ja. Ó, nem árt, de gonosz. Megint csak. Ja. Persze, bocs, véletlen maradt a kezembe. Ja, semmi baj. Hogy van neked 6 manád? Nem tudom mire költeni már, csak ezek a hülye csapdáim vannak. Ja, értem, neked gyűlik, nem tudod mire költeni. Én meg azért nem tudom elkölteni, mert kevés. Hm. Egyébként van fölötte egy kis lebegő cucc, hogyha lehet még mozgatni. Tehát nem kell odaszállni mindegyikhez, látni messziről. Ja? Ja, ezt nem tudtam. Hát azért megnéztem a tiédet is hátra. Most én... De te! Te passzoltál már! De ez az! Ez az! Ezt nem tudom. Akkor lehet, hogy úgy van felosztva, hogy ki az, aki... Tehát, hogy mit ilyen páros köröket... Én kezdem a páratlan köröket, meg te. Lehet, hogy így van felosztva. Jó, de erről valami info jó lett volna. Au! Fájjal is. Kellene hatásos hangeffektort? Bár el, nyom meg a tabot! Igen, látom a pinget. 65 meg 75-öt ír. Ja, nem lehet, hogy a pinget állítja valahogy? Nem hiszem. Nem tudom, pedig elég valóságosnak tűnik. 35-ös sebzést vittem be neked. Győszel el? Van. Ennyi? Mi? Ennyi? Hát, akkor támadást tettél te rá. Hát de az nem tudom, az csak egy 45-ös volt, meg egy 25-ös. De nekem se tűnt 100-nak egyébként. Nem 100 életem van? Én is úgy tudom. Egyébként tök jó ez a kis főcím. Minden jobb fenntartva. Hát akkor jogom van áll panaszkodni. Betoltam az egyik egységet, ami ilyen 25-ös volt körülbelül. És aztán volt egy 45-ös körülbelül, ami ilyesmi. Én néztem a számokat, tudod, hogy így... Én azért taktikáztam, hogy így... Én is. Hogy így hogyan jövök ki jól, és én azt számoltam, hogy ez a kettő nem adja össze, csak így... Igen. Kerestem, hogy hol a visszajelzés, hogy hány életnél tartasz. Mert,
Mert néztem, tehát hogy ott volt két karaktered, egyet bevittél, oké, az levitt egy picit belőle. Aztán volt ott két erős, az egyiket le tudtam volna gyengíteni, egy olyan 20-as szintre, mert átelőtte egy karakterem. És akkor még számoltam, hogy ha 100 életem van, még akkor is kibírom, közben beviszek 3 karaktert ott elől, és akkor vége is, én nyertem. Nem segítették meg a taktikámat. Hát akkor ez is fura, hogy így nincs kiírva sehol az életünk, meg hogy hol tartunk, meg akkor így nem is világos, mert én is abban voltam, hogy 100 életünk van, de ezek szerint nem, annak a kettőnek nem volt az összege 100, de vissza fogom majd nézni nyilván vágáskor, és akkor ott látszod. Márpedig az nem a ping, ha megnyomod a tabot, mert most 100 mindegyikönnek. És tényleg, ez nem a ping. Ó, én azt hittem a ping. Akkor nem emlékszem, mennyi volt? Hát neked 6, várjál, amit... De nekem hogy csökkent? Te bevittél valamit? Igen, egyet vittem be, azzal volt neked 65, mert kiszámoltam, 35-öt vittem be, 65 az pont kijön 100-ra, nekem meg 75 volt. Ja, egyet tudom, bevittél, tudom, úgy lett tudom 75. Mi van azon, tudom. Megfejtettem. Igen. Én egy olyat toltam be, ami halálkor újraéled. Azt a roh. Úgyhogy betoltam az első sorból, sebzett, újraélet, újra sebzett. Úristen. Erre én se számítottam. Ennyi. A szabályosan nyertem akkor. De ez rettentő OP egy képesség. Egyébként abban a szempontból egy kicsit, hogy is mondjam, nem fair, hogy ugye betoltam, hogy téged támadjon, de akkor miért hal meg, érted? Tehát, hogy az így azért nem tiszt, hogy ott akkor is egy halál esemény fut le, érted? Hogy az irányítót csapjuk meg. De azt tudnám elképzelni, hogy az utolsó sorra nem érvényesek ezek a speciális kombók. Csak a karakterek közötti támadásoknál lenne. Hát én is úgy álltam hozzá, hogy ezek az események, ezek a karakterek közötti, vagy a harcosok közötti bunyóra vonatkoznak, de ezek szerint nem. Ott az utolsó sorban egy halálesemény lefut, azzal lehet számolni. Oké, akkor kell egy 50-es karakter, meg egy olyan lap, ami ezt megduplázza, szépen végigvezetem a pályán, és megvagyunk. Máskor. Hát tulajdonképpen igen. Jó, hát balanszírozásra. Jó, ez így jó volt, ez így vicces volt, de az a lényeg, hogy a videó készítője nyert, úgyhogy már jó a videó. Ja, igen. Akkor szívesen. Jó. Na egyébként összefoglalásként, az újítások azok tök jók, volt egy-kettő fura, amit ugye közben mondtunk, például ez a új körrendszer, ez itt teljesen összezavaró, az egyenlőre követhetetlen. Valamennyire kitapasztaltuk, hogy két passz ugye akkor az egy új kör, meg akkor valahogy úgy lett felosztva, mondom, hogy az egyik a páros körökben kezd, a másik meg a páratlan körökben. Ez is fura, hogy nem is felváltva, de jó végül is. Csak az a baj, hogy ezek így nem voltak így kiírva, úgyhogy nem lehetett beleszámítani a taktikázásba. Egyébként külsőre pedig szerintem sokkal felhasználó barátabb az, hogy végre más textúrája van a kártyáknak is, a karaktereknek is, elidézés után is kiírja őket, tehát egy sok ilyen apró felhasználó barát dolog került bele, úgyhogy azok tök jó. Egyet tudok érteni mindennel. Ennyi? Egyet tudok érteni mindennel? Ennyi? Hát most vesztettem, mit szeretnél még? Jó, nem jó ez a játék, mert vesztettem. Brühü. A játék mellett olyan nagyon sokat egyébként nem változott. Ugyan megvan ez a shock feeling, ugye taktikázás, meg ez a kártyagyűjtögetés. Én azt várom egyébként, hogy mikor lesz több pakli, nem csak a klasszikus. Mert kirakott egy rakás ládát, csak ugye egy is elérhető. Még inkább shockra hasonlít ezzel, hogy egyet lépsz és átadod a kört. Tehát most már nem tudsz olyan sokat taktikázni így egyszerre. Hát máshogy kell taktikázni, tudod, mert itt... Mert amikor mindent megcsináltál egy körben, akkor így oké. Most viszont már, mivel a közben az ellenfeled is jön, már a sorrend sem mindegy. Már nem annyira mindegy a sorrend, inkább úgy mondom. Előtte se volt mindegy, de most más miatt nem mindegy a sorrend. Nem tudom ezzel mennyire lett felpörgetve a játékmenet. Felpörgetve? Talán ez... Szerintem inkább jobban lett, tűnik, inkább nem felpörgetve, hanem így... Pont, hogy több szakaszból állt, pont jobban lett darabolva szerintem.
Mert érted, hogyha van egy köröd, és akkor tudod, hogy miket akarsz csinálni, azt így gyorsan végigcsinálod, végigpattogsz rajta. Most meg ugye mindig váltogat, mindig újraindulsz a kezdőhelytől, újra elindulsz, újra csinálod. Uh-huh. Szerintem még inkább kicsit így jobban elnyújtja ezzel, hogy még jobban fel van darabolva. Hát jó, nekem ez egyébként jobban tetszik, mert mégiscsak ott egy körre össze kell gyűjtened mindent, amit meg akarsz csinálni, viszonylag kevés az idő, amíg a másiknak kevés ideje van, addig neked ki kell találnod, hogy mondjuk a fennlévő 6 karaktereddel te mit akarsz kezdeni egy perc múlva, itt azért kicsit többet tudsz gondolkodni, úgyhogy tényleg elnyújtja egy picit a játékmeneted, de szerintem jó ez. Én megtartanám, csak a tutoriált egy picit átláthatóbbra. Több magyarázattal erről a részről. Igen, abszolút. Ez így nem esett nagy. Találkozunk a harmadik alkalommal. Jaj. És köszönjük most is az Infinity Hostingnak, és köszönjük a jövőben is. Ó, tényleg jó, mert azt elfelejtettem mondani az elején. Köszönt az Infinity Hostingnak, hogy biztosította a szervert. Minden rendben volt. A pingünk az nagyon magas, most 100-as, de oké. Egyébként nem olyan, mint a ping. Tökre olyan, mint az a ping lenne. Ott van az a wifi jel, és akkor mellette pedig egy szám. Nem olyan, egyébként. Nem? Abszolút. Ráadásul nem egyezett a kettő, úgyhogy mindegy. Jó, és Rozonnak pedig köszönjük, hogy megint elverhettük. De most legalább nem dobott ki. Ja, most, ez most, hogy is mondjam, ez most méltósággal történt. Köszönjük, hogy néztetek, sziasztok! Sziasztok!